A kiégés nem statikus, egyszerű jelenség, hanem egy folyamat, amely ciklikusan ismétlődhet. Az egyén és a munkahely egyaránt felelős a kialakulásáért, hiszen a fogalom érzelmi megterhelés, stressz következtében fellépő fizikai és mentális kimerülést jelent. A kiégést nehéz egyértelműen felismerni, bár számos erre utaló jellel találkozhatunk a hétköznapok során. Megjelennek a pszichoszomatikus tünetek, megjelenik az apátia, megjelenik időnként az erőszak, és már most nem arra, hogy akkor kipattanunk az autóból, és akkor a elénk vágót az gyorsan-gyorsan elkalapáljuk, hanem otthon mondjuk úgy szólunk a gyerekhez, pedig ő semmi rosszat nem, és kicsit megemeljük a hangunkat, vagy esetleg a boltba, hogyha rosszul néz ránk az eladó, akkor egy kicsit megemeljük a hangunkat, vagy olyan dolgokat teszünk, amit amúgy máskor nem tennénk, akkor ezek óriási figyelmeztető jelek azzal kapcsolatban, hogy valami nem stimmel ezzel a történettel, és aztán nekiállunk kompenzálni. A leggyakoribb eset, amikor a rossz kedvet alkohollal vagy gyógyszerrel akarja valaki kompenzálni. Az egy pohár bort kettő követi, majd három, és egy idő után kialakul az alkoholizmus. A szakember szerint az lenne a legfontosabb, hogy az ember felismerje az intőjeleket, és időben meg tudjon állni. Időnként tök jó lenne, ha tudnánk például semmit csinálni. Na most az nem arról szól, hogy mondjuk itt van a hétvége, amiről is szólna a feltöltődésről, de nem. Nekünk hétvégén már reggel ki kell menni a piacra, ugye 12:00-kor bele kell merülni a kanálnak a levesbe, mert ha nem, akkor botrány van. El kell menni anyámékhoz, el kell menni anyósomékhoz, aki a franc egyen meg 30 éve ugyanolyan szarú süti a pogácsát, ugyanolyan sótlanul, de jó pofát kell hozzávágni. És amikor az ember majd vasárnap este 7-kor lerogy a fotelbe, és azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy itt a vége, akkor tulajdonképpen semmit nem tudod feltöltődni, és úgy kezdi a jövő hetet, hogy gyakorlatilag egy óriási nagy negatív energetikai mérleggel, és hát ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy az ember kiégjen, és netán mondjuk belecsúszson egy depresszióba is, ami viszont már elég komoly tünetekkel bír. A folyamat azért is veszélyes, mert bár fiatalkorban csak szorongásról beszélhetünk, gyermekként még nem lehet kiégni, a kicsik az otthon látott mintát viszik tovább felnőtt korukba.